Hangosan vonuló kocsmatúrázók, utcára piszkítás, összetört tárgyak, gyakran ezzel szembesülnek az úgynevezett buli negyed lakói és az oda szórakozni járók is. A budapesti 7. kerület néhány utcája arról vált ismerté Európában, hogy itt teresztik ki a gőzt a legénybúcsús bandák, akik nem éppen a visszafogottságukról ismertek. Egy helyi lakos, Szikszai Sándor ennek ellenére is elutasítja, hogy buli negyednek nevezzék az otthonát. Tehát többen Vigalmi negyednek hívják most már ezt a részt, ez úgy vendéglátósok, mint néha politikusok is sajnos szívesen használják, holott itt azért ez egy lakónegyed, ezt jelzi az is, hogy több oktatási nevelési intézmény van. Bölcsödéből van, több óvodából, általános iskola, és van több középiskola és egyéb ilyen középiskolai szintű oktatási intézmény. Ugyanígy vannak itt orvosi rendelők, ugyanígy vannak itt hivatalok, például a gyermekvédelemnek hivatalja, és az emberek ezek közt élik a mindennapjaikat. Tehát azért, amikor az óvodába viszi az ember a gyereket, az egy dolog, hogy egy ilyen ürülék és vízelet akadálypályán jut oda, de például fogadja a szülőket az, hogy már elnézést, de használt kotton van az óvoda rácsára húzogatva, több darab, vagy például volt olyan eset a Bóbita óvodába, hogy a részeg turista bement és ott lefeküdt az óvodába aludni. Azokban, akik jártak már a buli negyedben éjjel, automatikusan felvetődik, hogy lehet itt élni. Megkérdeztük Szikszai Sándortól, sokakhoz hasonlóan miért nem menekült el még a környékről. Hát én nem olyan egyszerű elköltözni. Először is Erzsébetvárosban rengeteg az önkormányzati lakás, amiben nagyon sok itt található. Ők nem tudnak elköltözni. Hát ide senki nem fogja elcserélni az önkormányzati lakását. Ők másképp nem tudnak innen elmenni. Tehát ők itt rekedtek. Ugyanígy idős emberek élnek itt. Igazából, tehát az idősek, a szegények maradtak itt, és akik infrastruktúrális okokból, például nekem is, innen a munkahelyem 5 percre van gyalog. Tehát olyan emberek maradtak itt, akik a szükség tart itt. Azt a kerület polgármestere is elismeri, annyira ellentétes érdekek léteznek egymás mellett, hogy lehetetlen mindenkinek megfelelni. Az, hogy mindenkinek jó legyen, az igazándiból nincs. Kompromisszumok vannak, amelyeket létre kell hozni, és a kompromisszumok legfőbb sajátossága az, hogy az mindenkinek fáj. Muszáj azzal kezdenem ezt a rövid áttekintést, hogy azért azt látni kell, hogy 2019 előtt, mielőtt mi ide kerültünk, semmi, de semmiféle fajta szabályozás nem volt. Addigra, amikor a DK-s Niedermüller Péter átvette a kerület vezetését, a vendéglátóhelyek úgy megszaporodtak, hogy már nem lehetett gátat vetni terjeszkedésüknek. Ezért megalkották a kritérium rendeletet, amelynek lényege, hogy alapesetben éjfélig tartanak nyitva a helyek, de bizonyos feltételek teljesítése esetén külön engedéllyel tovább is nyitva maradhatnak. Ez sok problémát megoldott a vendéglátóhelyeken belül, de az utcákon nem. Ami ma van probléma, az alapvetően a közterületeken való viselkedés, és ott bizony egy jelentősebb, nagyobb és határozottabb rendőri támogatásra lenne szükség, miközben persze ezen a téren is sok minden javult, mert vannak razziák és így tovább, de mégis ezt a problémát kellene elsősorban valahogy megoldani. A polgármester részben abban látja a megoldást, hogy a kulturális élet fellendítésével másféle közönséget vonzanának a negyedbe. Akkor lehet megváltoztatni ezt a világot, ha szabad így fogalmaznom, hogyha más a kínálat. Tehát, hogyha nem abból áll a dolog, hogy bemész ebbe a kocsmába, megiszol 4 sört, utána átmész a másodikból, megiszol megint 4-et, és akkor kész. Hanem azt mondjuk, hogy egyrészt a minőségi vendéglátásra helyezzük a hangsúlyt, és ebben a vendéglátósok nagyon támogatóak. Másrészt pedig, hogy egy sor kulturális eseményt telepítünk ide a kerületbe. Most is vannak nagyon jó színházak, de nagyon támogatjuk az ilyen feltörekvő, fiatal, avantgard kezdeményezéseket. Nagyon támogatunk olyan kezdeményezéseket, mint például a Gólem Színház, a Zsidó Színház a Csányi utcába. Tehát, hogy olyan kulturális környezetet igyekszünk teremteni, ami által fiatal, innovatív művészek, kultúra csinálók jönnek a kerületbe, és ezen keresztül próbáljuk megváltoztatni az ide érkező turistáknak, a szabad így fogalmazom, az összetételét. Míg a polgármester szerint jelentősebb, határozottabb rendőri fellépésre lenne szükség a közterületeken, addig a rendőrség azt állítja,
Ők mindentőlük telhetőt megtesznek a kábítószer és kamudrog árusítás, a zseblopások, betörések és a garázdaság ellen. A BRFK kommunikációs osztályvezetője elmondta, nem csak a kerületi egyenruhások vannak jelen a buli negyedben, hanem a központi állomány mellett a készenléti rendőrség is, valamint civil ruhások. Nyilván egy kerületi lakos akkor mondaná azt, hogy elég rendőr van, ha nem történik ott bűncselekmény, és nincsen ott bűnöző. Ez egy ideális állapot, ami azt gondolom, hogy nem megvalósítható, de mi törekszünk arra. Azért dolgozunk, hogy minél kevesebb bűnelkövető legyen ott, és minél kevesebb bűncselekmény történjen, de minden utca sarkon nem áll rendőr a 7. kerületbe sem. A taktikánk az, hogy szektorokra osztottuk a kerületet és a buli negyedet, és minden egyes szektor egy-egy kijelölt járőr útvonal, és ezeken a járőr útvonalakon folyamatosan ott vannak a rendőrök. Lehet, hogyha illető, aki panasszal amikor kinéz az ablakán, éppen nem lát rendőrt, de valahol a környéken mindig van. A kerületben dolgozók is igyekeznek élhető körülményeket teremteni. Éppen a napokban indult útjára egy új biztató kezdeményezés. Megállapodás született a vendéglátósokat képviselő Közös Erzsébetvárosért Egyesület és az önkormányzat között. Ennek lényege, hogy az üzlethelyiségek zárása után az Egyesület 4 főt fizet a kerület számára, akik hajnalban takarítják az utcát. Hétvégente pedig ugyanannyi vagyonőrt biztosítanak, mint ahány rendészt az önkormányzat kivezényel. Készek arra is, hogy az egyik leginkább zavaró tényezőt, a gyakran 30-50 fős hangos csoportokból álló szervezett kocsmatúrákat korlátok közé szorítsák. Nagyon-nagyon örülünk ennek az együttműködésnek, mert gyakorlatilag több mint 20 éve itt dolgozó, itt vállalkozó cégekről, személyekről van szó, és ez alatt az idő alatt most sikerült először gyakorlatilag olyan tevékenyé tenni az önkormányzat és a vállalkozók közötti kapcsolatot, hogy elindult a problémák kezelése. Ugye egy organikusan kialakult buli negyedről van szó, ami nyilván hozza magával azokat a kérdésköröket, amik érintik az itt lakókat, a vállalkozókat, az itt dolgozókat és meg rengeteg mindenki mást. És azt szeretnénk, hogyha van erre lehetőségünk, akkor tudjunk tenni azért, hogy a lehető legjobb eredményt hozzuk ki, ami az önkormányzatnak is természetesen számít, nekünk is. A buli negyednek nevezett rész alig 8 utca Erzsébetvárosban. Egy forgalmasabb napon akár 25-30 ezer ember is megfordulhat itt. A turisták szórakozni vágynak, a lakók pedig csöndre és nyugalomra. A polgármester szerint a hatóságok többet is segíthetnének nekik, a vendéglátósok pedig nyilvánvalóan minél több vendéget szeretnének becsábítani. Mindenkinek igaza van valahol, és maradéktalanul senki sem boldog. Egy biztos, Erzsébetváros problémáit egyik napról a másikra még a jóindulatú kezdeményezések sem fogják megoldani. Senuda Nóra, Euronews, Budapest.